Új katonai egységeket és alegységeket hoznak létre Nyugat-Oroszországban, jelentette be Szergej Sojgu, orosz védelmi miniszter, a Védelmi Tárca vezetői kollégiumának tanácskozásán. Sojgu az intézkedést a Finnország és Svédország lehetséges NATO csatlakozása miatti nagyobb katonai fenyegetettséggel indokolta. Az orosz védelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy a nagyszabású Defender Europe 2022 hat gyakorlatban a NATO mintegy 40 ezer katonája vesz részt. Legközelebbi szomszédaink Finnország és Svédország jelentkeztek a NATO-ba, így tovább nő a feszültség a nyugati katonai körzeti felelősségi övezetben. Megtesszük a megfelelő ellenintézkedéseket, az év végéig 12 katonai egységet és hadosztályt hozunk létre. A nyugati katonai körzetben csapataink harci összetételének aktív fejlesztése mellett, mondta az orosz védelmi miniszter. Joe Biden amerikai elnök Washingtonban egy nappal azután fogadta Sauli Niinistö finn elnököt és Magdalena Andersson svéd miniszterelnököt, hogy a két ország hivatalosan benyújtotta NATO csatlakozási kérelmét. Biden úgy foglalt állást, hogy a NATO erősebbé válik Finnország és Svédország belépésével.